Köszöntelek, kedves hallgató, itt az Okos Otthonguru műhelyében. A hoztársam Zsé Szabó Kitti és a magam Zsák Péter nevében. Sziasztok! Sziasztok! A mai alkalommal egy hát, több részes, vagy hát, többször érintett témát fogunk felhozni. Méghozzá arról fogunk beszélni, hogy milyen is lehet egy olyan otthon, amelyben különböző korú emberek laknak, illetve esetleg különböző problémával szembesülő emberek laknak. Most először arról szeretnénk beszélni, hogy az aging in place, ugye, amikor egy helyben megöregedni, ez egy ö, komoly kérdés, tehát a, az idős társadalomban hogyan tudunk segíteni az okos otthon megoldásokkal, és ezt miért kell figyelembe vennünk. Szóval, aging in place olyan szépen hangzik angolul, magyarul. Hát, nagyjából úgy e, próbáltuk fordítani, hogy egy helyben megöregedni. Ugye ez mindig e, problémát jelent, az ember e, idősödik, és ugye, a, ha az amerikai filmeket nézzük a 80 as évekből, akkor ott az volt az ideális, hogy a 90-es évekből is akár, hogy bekerül az ember egy olyan frankú kis, hát nem, nem hívjuk már öregek otthonának, meg nyugdíjas otthonna, otthonnak, hanem egy ilyen ilyen időskori lakóparkba, vagy hasonlóba, ahol, ahol a Egészségügyi felügyeletet, meg a, az egyéb felügyeletet megkapja, még hogyha nem is szükséges egészségügyi felügyelet, de egy olyan körben van, ahol, ahol valamilyen szinten tudnak figyelni rá, tehát hogy ne, ne történjen vele semmilyen baleset, vagy hogyha valami történik, akkor mégis tudjanak viszonylag gyorsan segíteni. És ebben ugye eltolódott napjánkban, nem csak Magyarországon jellemző az, hogy, hogy az ilyen helyek várólistások, illetve nehéz, nehéz ilyen helyekre bekerülni. Egyszerűen az előregedő társadalomban jelentős az, hogy egyre több ember kerül abba a helyzetbe, gyerekek mondjuk elutaztak külföldön, vagy külföldön dolgoznak, vagy másik városban messze vannak, és az időskorú embereknek szeretnének segítséget nyújtani, anélkül, hogy tolakodó lenne ez a számukra. Tehát, hogy ők ugyanabban az otthonban tudják leélni az életüket, ne kelljen elvonulni bárhova máshova azért, mert ezt a felügyeletet biztosítani kell. Úgyhogy erről beszélnénk itt a, a mai adásban. De nem csak abból az szempontból érdekes ez, hogy hogy az ő otthonukban hogyan alakítjuk ki ezt a lehetőséget, hanem hát arra is gondolnunk kell természetesen, hogy ha mi otthonunkat látogatják meg a nagyszülők, akkor ne kelljen nekik egy ilyen 200 oldalas manuált adni még a belépés előtt, meg aláírattatni velük, hogy elfogadják, hogy, hogy ezt elolvasták, hanem természetes módon tudjanak ők is mozogni az otthonunkban, a mi okos otthonunkban is. És persze a sajátjukban is, tehát nyilván az is előfordulhat, hogy ténylegesen a nagyszülőket, időseket próbáljuk segíteni, és nekik kedveskedünk azzal, hogy valami olyan technológiát rakunk, amivel mi tudunk nekik segíteni, nem feltétlen kamerával megfigyelni, de érzékelni, ha velük valami baj történik, vagy akár egyszerűsíteni nekik is, hogy hogyan tudják a lámpát fellekapcsolni, És nyilván itt fokozottan kell arra figyelni, hogy ne csak a mi szemünkkel nézzük, hanem az ő szemével is, mert nem biztos, hogy ő is szeretné azt a technológiát, amit a amit mi szeretnénk neki. Pont azért, mert már kevésbé szeretne esetleg új dolgokat megtanulni, akkor ne erőltessünk rá olyat. Tehát ne feltétlenül akarjuk a telefonjával kapcsoltatni a lámpát, hogyha egyébként ő nagyon szereti azt a villanykapcsolót, ami az elmúlt 60 évben is ott volt a falon, akkor nyilván ezt megfelelően próbáljuk megkezelni. A másik pedig, hogy egy két dologra figyeljünk. Az egyik az, hogy mi az, amit már esetleg ön nem tud megcsinálni, mert esetlegesen már tényleg túl bonyolult neki, a másik pedig, hogy mi az, amit tényleg nem akar, vagy nem mer megcsinálni. Tehát ugye az edukációt szerintem minden adásban ki mondani ezt a szót. Itt is nagyon fontos, hogy ne, ne szálljuk meg a, az időseket azzal, hogy most valamilyen technológiát oda viszünk nekik, hanem ha nem mutassuk meg, hogy ez mire jó, és vonjuk be őket abból, hogy ki tudják választani azt, hogy nekik ebből tényleg mire van szükségük, és mi az, amit ebből ők ténylegesen szeretnének is megtanulni. Egyébként nagyon fontos a ilyen esetekben a passzív eszközök használata. Tehát, hogyha egy kamerát, meg egy, meg egy nyomógombot, meg ezeket aktív eszközöknek nevezünk, amit, amivel interakcióba kell lépni valamilyen szinten, a passzív eszközök igazából olyan ö, érzékelők általában, nyitásérzékelő, mozgásérzékelő hasonlók, ami, ami semmilyen módon nem befolyásolja a környezetünket, de ez szintén nagyon fontos paraméter, hogy azért egy megszokott környezetben él az ember, akkor nem feltétlenül szeretne 82 különböző villogó, meg mindenfélét csináló e, kütyüt, mert egy az, hogy fogalma sincs róla, hogy mit csinál az adott kütyű, meg nyilván zavarja őt a napi életritmusában. Úgyhogy ilyen e, esetekben is alkalmazhatjuk egyébként ezeket az okos otthon e, technológiákat, technikákat, számos megoldás áll egyébként rendelkezésre, amit akár hát a részben aktívnak nevezünk, tehát egy ilyen okos órás megoldással lehet például monitorozni ugye a pulzust, lehet azt elesést érzékelni és hasonlók, de mindezt egyébként lehet passzív eszközökkel, mert ez amiatt is érdekes, mert a, a legtöbb esetben az aktív eszközök halála hogy elfelejtődnek feltöltődni, vagy otthon vagy maradnak. Vagy felvenni. <laughs> Igen, otthon maradnak. <laughs> Jól érzi magát az okos óra a fiókban. Pontosan. Egy Néha fél. ránézünk. Így van, hogy, hogy megvan-e még. E, abszolút. Ehhez képest a passzív eszközök, amik az, az e, otthonban vannak elhelyezve, az, amit említettem, mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, tipikus példát szoktuk emlí említeni, hogy, hogy annak a, a jele, hogy minden oké okay otthon, hogyha tudjuk, ha valaki, hogy valaki otthon van, és a WC fürdőszoba ajtó, meg a, a kamra, vagy a, a hűtő ajtó 4-8 óránként kinyílik, akkor az, az biztos jele annak, hogy valaki otthon van, és ő tényleg mozog a lakásban. Vagy mondjuk egy folyosó közlekedő esetén az egyik oldalon bementek, és a másik oldalon záros határidőn belül kimentek, akkor minden rendben van. Ha közben elakadta jel, akkor az gyanakvásra adhat De ha eszközöket említünk, akkor számos olyan megoldás van, Okos lámpa, amelyikben van például e, elesés érzékelő, tehát maga a lámpa érzékeli, hogyha az ő hatósugárában hirtelen valaki e, magasságot vált, tehát hogy elesik. E, erre vannak dedikáltan olyan eszközök is egyébként, amelyek e, kifejezetten mondjuk ilyen e, környezetben, tehát akár egy egy ilyen szociális otthonban vagy hasonlóban alkalmazható, meg vannak egyszerű izzók is, amiket egyébként becsavarhatunk a, a lámpa testbe is érzékeli ezt például. De ha nálunk van, hozzánk van, említetted az egyszerűséget, és mindig kiszoktuk hangsúlyozni ilyenkor a, a, azt, hogy attól függetlenül, hogy bármit megtehetünk, azért ne tegyünk meg bármit, és mindig hagyjunk magunknak olyan menekülő utakat és lehetőségeket, amikhez hozzá vagyunk szokva. Például, ha egy kapcsolóval fel tudjuk kapcsolni a lámpát, akkor ez talán a legtermészetesebb és legegyszerűbb kapcsolási mód, és ezt nem feltétlenül fogjuk leváltani hangvezérlésre, vagy tapsvezérlésre, amit most megint valaki valamiért elkezdett visszahozni az okos eszközök esetén, és megint tapsal lehet majd kapcsolni föl, meg le a lámpát. Én emlékszem amerikai filmekben, 80-as évek közepében tipikusan jellemző volt, hogy tapsal lehetett ezt-azt kapcsolni. Pont annyira rossz egyébként, mint a hangvezérlés, csak talán még egy kicsit pontatlanabb. Úgyhogy a, a Maradjunk a kapcsolóknál, én azt mondom, nem kell belőle 80. Mert ez fontos. Ugye. Meg ott sem mindegy, hogy milyen és hova rakjuk, Így van. mert ha véletlenül a nagymama megtalál egy a sötétben mondjuk egy olyan kapcsolót, ami nem a villanyt kapcsolja, hanem esetleg egy Napilitust. hat különböző szenáriót tartalmazó szenárió kapcsoló, akkor meglepő dolgok tudnak vele történni, ahelyett, hogy felkapcsolódna a lámpa. Igen, jól érzitek ez nálunk történt, és volt be, beiktatva egy nagymama is, vagy inkább egy dédmama ebbe a történetbe. Igen. egy eh. egyébként pont ezért, mert erre Figyelni, felkészítettünk arra, hogy ha a gyerekekre vigyáz, és este 11-kor éjszaka módba kapcsol a ház, akkor hirtelen sötét lesz, és ne jegyje meg, hogy bezár az ajtó. Ez meg is történt, csak azt felejtettük elmondani, hogy ahol korábban egy villanykapcsoló volt, ott most nem villanykapcsoló található. <laughs> persze dedikált, jó kiemelt helyen van egy kapcsoló, de hát ő hozzá szokott, hogy a villany kapcsoló magasságába kell ezt a kapcsolót keresni. Nálunk ugye a gyerekek magasságában van inkább, tehát picivel lejjebb vannak ezek a kapcsolók, amivel ezeket lehet kapcsolni, és hát a nagymama mellé trafált, és meglepődtek, amikor szépen elindultak nappal módba fölfelé a, a, redőnyök, mert hát ezt aktivizálták. Úgyhogy abszolút, tehát hogy, hogy sok kapcsoló, melyik kapcsolót hova helyezzük, egyértelmű legyen ezeknek a kapcsolóknak a helye, az mindig fontos. Sose felejtem el Vái a németországi látogatását. A Youtube-on megtaláljátok egyébként Vái Istvánnak a, az ember, aki küzd a sötétség ellen című szösszenetét. A 18 kapcsoló, 20 dugai egy helyen és hasonlókkal érdemes megnézni, mert egyébként nagyon jó, megmutatja az okos otthon elképzelést az okos otthonok előtt. És hát kifejezetten egy olyan lehetőség, ahol nem csak az idős emberek nem fogják tudni, hogy melyik kapcsolót nyomják meg, hanem nagyjából senki sem. A, esetleg még a tulaj sem. Úgyhogy ez, ez, ez mindig ilyenkor fontos. Na de, ha telepítők vagyunk, hogyan tudjuk ezt figyelembe venni? Mi, mire kell gondolni? Már hogyha itt az időseket hoztuk, akkor akkor gondoljuk ezeket végig. Igen, ugye alapvetően igazából itt is azt szoktam mondani, hogy ugyanarra figyeljünk, mint minden esetben. Figyeljünk arra, hogy az adott ingatlanba kik laknak, kik fognak bármilyen formában megfordulni, és ki fognak a jövőben megfordulni. Tehát ne feltétlen most az aktuális időszakot nézzük, hanem nézzük azt, hogy egyébként néhány hónap múlva mi változik, néhány év múlva mi változik, és ez alapján tervezzük meg, és lehetőleg, aki gyakran ott tartózkodik, azt mindenképpen kérdezzük meg. Ugye itt olvasgattunk már történeteket az éppen tesztelem a vízérzékelőt, és a feleségem már éppen ki akar zavarni a világból is hasonló reakciókat, tehát ilyenkor is azt tudom javasolni, hogy először egyeztessünk, miért is lesz jó az a vízérzékelő. Ugyanígy az időseknél is fontos az, hogy be legyenek vonva, hogy nekik milyen igényeik vannak, hogyha az adott ingatlanbalaknak, mi az, amihez ragaszkodnak, mi az, ami nekik segítség lehet ténylegesen nem az, ami szerintünk segít nekik, hanem mi az, amire nekik van szükségük, és a másik pedig, hogyha tényleg vannak olyan hozzátartozók, akik csak vendégségbe jönnek hozzánk, akkor azért ezt is vegyük figyelembe, hogyha elmegyünk otthonról, vagy bármi van, akkor ők is azért tudják működtetni a házat és hát ne záródjon rájuk, ne kapcsolódjon le a lámpa. Oros, orosz, Misinek van erre egy nagyon jó történet, amikor a párja is, meg ő is elment otthonról, és hát ott nem, nem a nagyszülőkre kapcsolódott rá a lámpa, hanem a munkát végző munkásoknál oltódott le az összes lámpa, és kapcsolódtak le a dolgok. Tehát, hogy egy ilyen vendégmód, vagy hasonlóra azért minden esetben érdemes gondolni. Tehát, amikor a, a lakásban lakók eltávoznak onnan, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs otthon valaki olyan, akit ezt zavarna. Vagy egyébként elég arra gondolni, ez megint csak egy amerikai történet, de szerintem nagyon e, tanulságos, hogy a robotporszívó volt úgy beállítva, hogy ha nincsenek otthon a, a szülők, akkor éjszaka indul a robotporszívó, és itt is az történt, hogy a nagymama átment a, a gyerekekre vigyázni, a szülők elmentek színházba vagy bulizni, emeleten fönn volt a nagymama meg a gyerekek, a nappaliban megelindult este a robotporszívó, és a nagymama olyan szinten frászt kapott, mert a robotporszívóval sem volt képben, hogy egyáltalán van ilyen itt a házba. csak az zörgést hallotta, úgyhogy ki is hívta a rendőröket abban a pillanatban, hogy valaki lent motoszgál, úgyhogy a rendőrök rá, rájuk törtek, és le is tartóztatták rögtön a robotporszívót, mert hogy ez e, találkozott e, vele. Úgyhogy e, abszolút ezeket, ezeket mindig fontos e, végiggondolni. Ami nekünk természetes, az lehetséges, hogy a másiknak bizony ijesztő vagy hoz olyan dolgot, amit, amit eh, rossz lehet neki és bajt okozhat. Igen. És visszatérve a telepítőkre, nyilván önmagában a telepítő nem fogja tudni ezt megoldani. Itt nagyon fontos, hogy maga a tulajdonos is, illetve a ebbe partnerek legyenek, és, de nyilván a, a, telepítőnek megvan a felelőssége abban, hogy jól kérdezzen, és jól mérje fel az igényeket, és az alapján próbálja meg összerakni gyakorlatilag a, a terveket, hogy biztos legyen benne, hogy ő mindent megtett azért, hogy minden igényt felderítsen, és egyeztesse ezt tényleg mindenkivel. Abszolút, és itt a, a, sose lehet mindenre gondolni. Tehát, hogy ez ezt uti, de mindig lehet, legyen lehetőség akár utólagosan is egy-egy plusz dolgot beiktatni, mert ha megtörtént a dolog, akkor legközelebb nem kell neki feltétlenül megtörténnie. Találkoztunk ez a történettel, akkor lehet rá reagálni, és csinálhatunk rá ilyen automatizálást, csinálhatunk rá kivételeket. Kálmán Gerinél is akkor jelent meg az első vendégüzemmód, amikor egy jó kis buli átmulatott át éjszaka után a nappaliban pihenő rokonságra ráhúzódott a redőny, biztos jó érezték magukat tőle, úgyhogy a Kálmánger is nyilván ezért akta be a vendégmódot, tehát hogy nem biztos, hogy az ember mindenre gondol, meg új szituációk jöhetnek, amit egyébként nem számítottunk, de ezeket egyébként rugalmasan lehet kezelni, hogyha az embernek eszébe jut Ugyan. az, hogy kell kezelni. És ugye ilyen szempontból van a telepítőnek nagy előnye, és nyilván a felelőssége is ebből adódik, hogy abból kiindulva, hogy ő már több helyszínen telepített, sokkal több ötlete tapasztalata van abban, hogy mik fordulhatnak elő, és so egy, ahogy egyre több tapasztalatot szerez, egyre jobban fogja tudni gyakorlatilag rávezetni az ügyfeleket arról, hogy vajon nekik mire lehet szükségük, mi az, ami őket tényleg segíteni fogja, és az és fontos, hogy le tudja beszélni őket azokról a funkciókról, amikre nincs is igazából szükségük, de egyébként jól nézett ki, mert a szomszédnál szépen villogott. Abszolút, és ö, ha már itt járunk, hogy a, a szomszédnál ez, ez mindig felmerül kérdésként, egyrészt, hogy mit látunk a szomszédban, illetve azt, hogy mi van akkor, ha mi nem vagyunk otthon, és valakit megkérünk, hogy hogy jöjjön be és adjon enni az állatoknak, locsolja meg a virágokat, és ezekkel csináljon valamit, tehát ez pont ugyanez a e, téma, hiszen ők is egy olyan vendégek, akikre egyébként nem számítunk, ráadásul mi otthon sem vagyunk otthon e, ilyenkor, úgyhogy e, ezekre is érdemes gondolni, és ezekre is érdemes fordítani egy-egy ilyen ötletet és automatizálást. Úgyhogy, hogyha valaki tényleg a telepítésben gondolkodik, hogy azzal foglalkozik, akkor mindenképpen én azzal az üzenettel engedném most ezen az adás végén haza, hogy mindig figyeljen arra hogy ténylegesen mit szeretnének a lakók, nem csak azok, akik éppen ott élnek, de hogyha idős hozzátartozó van, akkor ők is, illetve hogyha egyébként olyan lakást okosít, amiben kifejezetten idősek élnek, akkor már kifejezetten figyelni ezekre a kérdésekre, hogy hogyan tud az idővel egy gondoskodókos otthonná válni. És kimondtál egy nagyon érdekes szót, amivel majd folytatjuk a következő adásokban, ez a gondoskodó okos otthon, amit ugye nem csak az idősek esetében érde érdekes, hanem például, hogyha valaki segítséggel élő, vagy éppen valami miatt számára nehezebb a hagyományos környezetben, kialakított környezetben létezni, legyen azok mondjuk a gyerekek például. Úgyhogy erről is ejtünk majd a következő adásokban szót, a most elhangzott adásban ö, egyéb videócikk vagy ö, tartalom, ami kapcsolódik, az mind fel fog kerülni az Okos Otthon telepítek Facebook csoportban, ahol egyébként nem csak velünk beszélgetettek, hanem telepítőkkel és olyan hobbistákkal, akik a saját otthonukat szeretnék telepítői szinten ö, telepíteni, legyetek ti is ezeknek a közösségeknek a tagjai, és tartsatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Sziasztok!